Az idény rangadóján a tabellát vezető Veszprém látogatott a bajnoki címvédő Etóhoz. A Győriek helyzetét nem könnyítette meg, hogy sérülés vagy eltiltás miatt hiányzott a kulcsjátékosok közül, már a Szegler és Alex is. Az első góra 13. percig kellett várni. Harnis Ákos szerezte meg a vezetést az Etónak a jobb szélről. Sokáig nem örülhettek a hazaiak, előbb Baromisza bombájával egyenlítette a Veszprém, majd egy ritkán látható találattal a félidő utolsó pillanataiban a vezetést is átvette. Gulyás csak nem félpályáról talált az Etó kapujába. A szünet után a Veszprém továbbállta a hazai rohamokat, sőt Püspök révén növelni is tudta előnyét, 1-3. Kétgólos hátrányban nem roppant össze az Etó játékosai, folytatták a csatát, és Dávid Richárd jól helyezett lövésével visszajöttek a meccsbe. A 32. percben a sérüléséből felépült Leandrinho szép cselekkel indult meg, egyetlenül lövéssel egyenlített, 3-3. Rögtön visszavette a vezetést a Veszprém, Matkovics védéseit követően Püspök nem hibázott, 3-4. A 35. percben 5-4 elleni játékra váltott Márkos Ánkuló együttese, ami rögtön meg is hozta a hazaiak számára az eredményt, Jason Parád és góllal egyenlített, 4-4. A hajrát aztán az Etó bírta jobban idegekkel, 20 másodperc a Dudaszul előtt Dávid a jól eltalált lövéssel szerezte meg a győztes találatot. A vége Etó Veszprém 5-4. Nagyon örülünk, hogy sikerült végre a győzelem útjára megint visszatalálni. Nagyon nehéz helyzetben voltunk, vagyunk, remélem, hogy innen csak fölfele lesz, és innentől kezdve ezt a mentalitást, illetve ezt a játékot tudjuk hozni, akkor én úgy érzem, hogy lehet egy jó szezonunk. Nagyon nehéz meccs volt ez számunkra, hiszen sérülés és eltiltás miatt kulcsjátékosaink hiányoztak. Gratulálok a Veszprémnek, mert remekül játszottak, ez egy erős csapat, védekezésben kemények voltak, és a támadásokban, kontrákban is nagyon szép dolgokat láthattunk tőlük. Nekünk a szerencse is kellett ehhez a sikerhez. A tabellán a Rábeltó visszavette az első helyet, a csapat legközelebb az Aramisza játszik az NB1-ben.